Sziasztok, én Szani vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Megint egy ékszeres adventi kalendáriumot fogunk kibontani. Ez most a Heidemannak a Rose Gold színű adventi naptára. Ez 149 euróba kerül, én 139-ért tudtam megvenni az előrendelés során, ugyanennyiért árulom, hogyha valakit érdekel. Beszéljünk a dizájnról. Hát ez eddig a legszebb adventi naptár, ami idén a kezembe került. Ez a színkombó, ezzel a metallic arannyal nekem nagyon-nagyon tetszik, gyönyörű a mintája, és belül is nagyon-nagyon szép. Gyönyörűen passzolnak egymáshoz a színek, nagyon elegáns, ünnepi, komoly, tényleg nagyon tetszik, ráadásul fiókos, amit én imádok, nem kell a dobozkákkal bajlódni, nem szakad be a körmöm, nem töredezik fel itt mellette a bőr. Hát kinézetre ez egyelőre egy 10/10-es naptár. Oh, és sorban vannak a számok! Csodálatos. Na hát a kezdés az mondjuk annyira nem csodálatos. Első nap fülbevalók vannak. Hát ilyen elég duncsi fülbevalók. Nekem ez sajnos egyáltalán nem tetszik. Másodikán egy nagyon-nagyon szép gyűrű van, nekem ez tényleg nagyon tetszik. Filigrán, egyszerű, komoly, de mégis valahogy modern, egy szívverésre emlékeztet, és itt is olyanok a gyűrűk, legalábbis ez, mint a Pure Align-nál, hogy nem ér össze, szóval ha valakinek kicsit vastagabb az ujja, akkor ki tudja tágítani, ha szűkebbre kell, akkor össze tudja nyomni, és emiatt szerintem a legtöbb nőnek jók ezek a gyűrűk. Amúgy meg kéne említeni talán, hogy ez a naptár, ha jól emlékszem, akkor tavaly nagyon limitált volt. Legalábbis mikor eldöntöttem, hogy én szeretném megrendelni, akkor már réges-rég elfogyott, szóval kíváncsi vagyok, hogy idén is így lesz-e. Harmadikán megint fülbevalók vannak, hát egész érdekes. Erre nem mondom azt, hogy úristen, egyáltalán nem tetszik, de továbbra sem az én stílusom, ezek a kicsi karikák, ez ilyen se nem kicsi fülbevaló, de nem, se nem nagy, hanem ez így a kettő között, ami nekem személy szerint egyáltalán nem áll jól, és amúgy baromi nehéz. Negyedikén egy kicsit ilyen retro kinézetű karkötő van, és én egyáltalán nem szeretem az ilyen karkötőket, ezért. Mert konkrétan olyan vékony a csuklom, hogy az ilyenek leesnek. Próbáltam összenyomni, nem lehet, ez visszaáll a helyére, szóval ezzel én például egyáltalán nem tudnék mit kezdeni. Ötödikén egy stílusban passzoló gyűrű van. Nem, ez nekem túl nagy, túl robusztus. Kár. Hatodikán, ami nekem ugye Mikulás nap, egy karkötő van. Sajnos ez szintén nem nagyon tetszik nekem. Valamiért azokra tipikus ilyen kisbaba karkötőkre emlékeztet, amit mindig keresztelőkör kapnak. Oké, még csak hatodika van, még bőven lehet benne termék, ami tetszik, de egyelőre maga a naptár kinézete jobb, mint a benne lévő termékek. Na, csak ki kellett mondanom, hetedikén rögtön itt van egy nyaklánc, ami egész tetszik. Egy ilyen relatíve vékony, szögletes láncon van egy gyöngy. Na, nyolcadikán megint egy olyan termék van, ami tetszik, én pontosan az ilyeneket szeretem. Középen egy kis gyöngy, körbe kövek. Nagyon szép. Kilencedikén megint fülbevalók vannak, és megint az a méret, ami nekem nem tetszik. Ez az ilyen se nem nagy, se nem kicsi, hát karika, vagy egy ilyen ovális. Mondjuk azt tetszik, hogy gyöngyök lógnak le róla, de nekem ez a méret... Tizedikén egy amúgy egész szép gyűrű van, nézzétek, szerintem egész jól néz ki, viszont a minőségétől egyáltalán nem vagyok elájulva. Mint hogyha műanyag lenne, olyannak érződik. Tudjátok, vannak ezek az ilyen pár forintos ilyen kisgyerekeknek,
gyűrűk, amik ilyen kis kacatos boltokban szoktak lenni a kasszánál. Németországban például a Teddynél van ilyen, 50 centért. Na kicsit olyan érzést kelt, olyan benyomást kelt. 11-én már megint fülbevalók vannak. Oké, ez most nem karika. Hogy van ez? Á, így. Elég retro, nem rossz. Hirtelen úgy voltam vele, hogy jó, de nem néz ki túl jól. De nem rossz. Ja, ennyit tudok hozzáfűzni. 12-én egy olyan karkötő van, ami az előző gyűrünkhöz passzol, és sajnos ezzel sem tudok mit kezdeni. Most ezt nézzétek. És ezt nem ismerem nagyon összenyomkodni, mert tényleg annyira könnyű és vékony, mint hogyha műanyagból lenne. Pedig talán nem az, de tök olyan érzés. De ezzel sem tudok mit kezdeni, mert óriási az én csuklómra. Szerintem minden második nap amúgy fülbevaló van. Ez egy ilyen tipikus, modern, szerintem azért mondhatjuk, hogy trendi karika fülbevaló. Ez továbbra is nekem az a méret, ami nem áll annyira jól. Mondjuk van egy ilyen fülbevalóm aranyban, amit már hordtam talán kétszer, és valahányszor visszanézem azt a képet, arra gondolok, hogy Jézusom, de szörnyen áll az a fülbevaló. 14-én végre megint egy nyaklánc van, de semmi extra. Ráadásul ilyen furcsán el is tekerődik. Szóval nincsen rajta függelék, egy relatíve vastag nyaklánc. Nem csúnya, de tényleg semmi speckó. Lemertem volna fogadni, hogy ma megint fülbevalók lesznek, de nem. Ez most, ha jól látom, egy karkötő, aminek nagyon-nagyon tetszik a mintája. Ez kicsit ilyen, hát, görögös, vagy ilyen római, római inkább, igen, arra. Ilyen tóga partira el tudom képzelni. Nagyon-nagyon szép. 16-án csodaszép fülbevalók vannak. Nagyon-nagyon szép. Tudom, hogy ez az a méret, ami nekem nem jó. Igen, és ezt még 8 milliószor fogjátok hallani ebben a videóban. De ettől függetlenül felpróbálnám, mert úgy csillog, villog, fénylik. Nagyon-nagyon tetszik. Még a hasam is megkordult. Kordult? Mondják ezt így? 17-én, ha jól látom, olyan nyaklánc van, mint amilyen az előző ilyen tógapartis karkötő volt. Huha, nagyon össze van gabajodva, ezt most így hagyom. Nagyon szép. 18-án megint nagyon szép fülbevalók vannak, ezt szívesen hordanám is. Ez is szépen csillog, egy ilyen kis köves fülbevaló. 19-én egy nagyon csörgő fülbevaló van. Így tudom talán a leginkább megmutatni. Szóval ezek ilyen, hát levelek, vagy tavirózsa forma, nem is tudom pontosan minek hívjam. Nem rossz, nem egy hétköznapi viselet, vagy hát nem feltétlenül, csak hogyha kicsit csinosabban öltözködik az ember. Szerintem ez is nagyon szép. 20-án egy nagyon-nagyon szép karkötő van, ez gumis, szóval fel tudtam rendesen húzni. Viszont ez problémás lehet annak, akinek talán nagyobb a készfeje vagy a csuklója, mert ahogy látjátok, nekem ez nem túl nagy. Nagyon-nagyon szép, tök jól csillog. Ez a karkötő végre tetszik. Érdekes, mert a Pure Life-ban több karkötő is volt, és ott szinte az összes tetszett. Itt meg 20-án örülök, hogy van egy végre. 21-én egy filigrán nyaklánc van, baromira tetszik. Én szeretem az ilyen vékony láncokat, és itt középen pedig ez az ilyen köves félkör van, mint az egyik fülbevaló most valamelyik nap. Nagyon szép. 22-én nagyon érdekes fülbevalók vannak, ez is tetszik. Ilyen spirálos, egyszerre retro és modern szerintem. És érdekesség, hogy nem lehet szétnyitni, szóval ezt is szépen tényleg bele kell fűzni a fül lyukba. De szerintem egész menő. 23-án biztos egy gyűrű van, mert igen, nem, fülbevaló. Mert olyan icipici a fiók. Ezek is nagyon szép fülbevalók. Mondjuk nem tudom, hogy ez nekem hogy állna, ilyet még
Szerintem nem nagyon próbáltam. Ilyen kis köves, picurka karika. Szép. És végül 24-e. Ebben a naptárban nincsen 25. dobozka. Nagyon-nagyon tetszik ez a nyaklánc is. Relatíve vékony, sőt mondhatni, hogy ez azért egy vékony lánc. És a függelék is nagyon tetszik, egy ilyen kis érme, mondhatjuk. És kész is vagyunk. Ennyi volt a Heidemann-nak az idei 140 eurós rose gold ékszeres adventi naptára. Hát, vegyesek az érzéseim, mert az elején nagyon nem voltam elégedett a termékekkel, a vége felé viszont már abszolút. És emiatt most tényleg problémás megfogalmazni a véleményem, mert most az van bennem, hogy igen, ez tetszik, de tudom, hogy az elején mennyire csalódott voltam, szóval mondjuk azt, hogy ez egy egész okés naptár. Bocs, most csörögni fog a gyerek. Egyértelműen jobban tetszik, mint a Purely, szóval inkább ezt tudom ajánlani, főleg, hogy 50 euróval olcsóbb is, ami az azért egy rendes házszám. Ja, szóval ezt szerintem tudom ajánlani annak, aki nagyon szereti az ékszereket és szereti váltogatni, de persze, mint ahogy azt a Purely videó alatt többen is írtátok, hát jobban jár az ember, hogyha ennyi pénzért már megvesz egy konkrét ékszert, ami tetszik neki, és nem egy ilyen zsákba macskát vesz, úgymond. De aki kifejezetten az ilyeneket szereti, annak ezt tudom ajánlani. Na, ennyi lett volna. Írjátok le nyugodtan a véleményeteket kommentbe. Nekem ez egész tetszett. Most végre sikerült átgondolnom. Nekem ez tetszik. Nagyon-nagyon szép. Ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek, vagy ezt lehet, hogy már mondtam. Feliratkozás, like, szokásos. Sziasztok!